Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Alapkőletétel. Elkezdődhet az Agrárlogisztikai Központ építése Bátaszéken. Lehetőség. Bonyhádi diákoknak hirdetnek ösztöndíj pályázatot. Népszerű a csapvizet népszerűsítő kampány, több mint 1200-an regisztráltak. Környezettudatosság és városszépítés, szemetet gyűjtöttek a zombai diákok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Letették a Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ alapkövét. Bozsolik Róbert, a település polgármestere azt mondta, történelmi jelentőségű beruházása ez a város életének, mert soha nem épített még önkormányzat olyan gazdasági egységet, ami munkahelyeket teremtett volna az ott élők számára. A beruházás a megyei önkormányzat támogatásával jött létre. A rendszerváltást követő időszakot áttekintve Bátaszék városában még nem volt olyan önkormányzat által finanszírozott beruházás, amely munkahelyteremtés céllal került volna megrendezésre. Éppen ezért nevezte az Agrárlogisztikai Központ megépítését történelmi jelentőségűnek Bozsolik Róbert polgármester. A tervek szerint a megépülő hűtőház nagy segítséget jelent a térségben élő mezőgazdasági vállalkozások piacra jutásában, elsősorban az exportra való kereskedés segítésében, hangzott el a megnyitón. Az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Ezt kettős céllal gondoltuk megvalósítani. Egyrészt mintegy 15-20 bátaszéki számára munkahelyet tud majd teremteni a működése során. Másrészt úgy ítéljük meg, hogy a környékbeli mezőgazdasági vállalkozók számára egy olyan szolgáltatási lehetőséget tud nyújtani, amivel piacképesebbek tudnak lenni a működésük során. A mostani alapkőletétel egy kezdeti lépés, hiszen a 6 hektáros kiépülőben lévő ipari parkban már vannak jelentkezők, ami egy fejlődés lehetőségét ígéri, mondta Bozsolik Róbert. A kivitelező képviselője kiemelte, a tervek alapján elkészülő épület is alkalmas lesz a további fejlesztésre. Vagy ez a logisztikai csarnok terület az a rendelkezésre a területnek a felét használja ki, tehát tulajdonképpen itt akár egy későbbi második ütemű bővítés, így hogy ezek a sikerek itt ezt igazolják, és lesz rá befektető és forrás, akkor szintén ez tovább épülhet. A hűtőháza tervek szerint jövő év tavaszán várja majd az első szállítmányokat. Bonyhádi középiskolás diákoknak hirdetnek ösztöndíj pályázatot. A pályázati kiírás a 2019-2020-as tanévben kimagasló, legalább 4,8-as tanulmányi átlagot elérő 9-12. Osztályos tanulók nyerhetik el. A bonyhádi középiskolásokat motiválja már a tanév elején a helyi kolónia alapítvány. A 9-12. Osztályos tanulóknak hirdetnek ösztöndíj pályázatot. A pályázat célja a tehetséges, aktív közösségi tevékenységet végző és sport vagy tanulmányi versenyen kulturális területen kiemelkedő eredményt elér diákok támogatása. Az ösztöndíj pályázatra minden bonyhádi lakos, tehát azok is, akik a közigazgatási területhez tartoznak, és azon a településen részen élnek, pályázhatnak, szakmunkás képzőbe, szakiskolába, szakközépiskolába, gimnáziumba járó tanulók, aki a 2019 és 20-as évben a középiskola 9 és 12. évfolyamát végzi. Legalább 4,8 átlagot kell, hogy teljesítsen a 2019-20-as tanévben. A pályázathoz továbbá kötelezően csatolni kell az évvégi és 10-12. Évfolyam esetében az előző tanévi jogi bizonyítvány másolatát, iskolalátogatási igazolást, egy oldalas bemutatkozó levelet, személyes okmányok másolatát. A pályázatokat a Kolónia Alapítványnak az irodájába, ami a Városháza 3. emeletének a 309-es szobájában van, oda lehet majd benyújtani. A pályázatokat írásban, papíralapon és interneten is be lehet nyújtani. A Kolónia Alapítvány a legjobb, hiánytalanul benyújtott 25 pályázó diákot jutalmazza meg egyszeri 20 000 forint értékű anyagi támogatással.
Rengeteg sofőrt ellenőriztek a rendőrök a szekszárdi szüreti napok ideje alatt. A rendőrség minden évben nagy erőkkel biztosítja a rendezvény helyszínét, a várost és annak környékét is, a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében. A munka során természetesen azt is vizsgálják az egyenruhások, hogy fogyasztottak-e alkoholt azok, akik volán mögé ülnek. Idén 3 nap alatt összesen 1772 autóson végeztek légalkoholtesztet. Mindössze egy személy volt az, aki ittasan vezette járművét. Vele szemben a szekszárdi rendőrkapitányságon büntető eljárást kezdeményeznek. El kell mondani, hogy a szüreti fesztivál ideje alatt az elmúlt években számos ittasság ellenőrzést hajtottak végre a kollégáim, és az idei éve akciója sikeresnek mondható volt, hiszen a korábbi évek tapasztalataival szemben alig volt az járművezető, aki ittasan vezetett volna. 2 trélert és 3 személyautót vontató kis teherautót fogtak el a rendőrök az M6-os autópályán a Sárköz pihenőnél. A vontató autón bolgár rendszám volt. Az ellenőrzés során az egyenruhások megállapították, hogy a szerelvény súlya a megengedett legnagyobb ösztömeget meghaladta, és a járművezetővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki. Az egyik szekszárdi utcán kezdett el szétbontani 2 férfi egy autót, ezzel pedig bűncselekményt követtek el. A járművet az egyikőjük papírok nélkül vette, a forgalomból sem lett szabályosan kivonva. A kocsit az oldalára fordították, majd a nekik kellő alkatrészeket leszerelték róla, végül egyszerűen ott hagyták a felborított autót. Az ügyben most született ítélet, ami szerint az illegális bontás kimerítette a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését, amiért az egyik vádlott pénzbírságot kapott. A bűncselekményt a vádlott azért követte el, mert az autóból kiszerelés során az autóból olaj és egyéb veszélyes anyagok folytak ki, és maradtak az úttesten, valamint ezek az anyagok, illetve ezek az alkatrészek, amelyeket kiszereltek, különösen veszélyes hulladéknak minősülnek, ezekkel való bármilyen tevékenység engedélyköteles, és ilyen engedéllyel a vádlott és társa nem rendelkeztek. A társa jelenleg még, társával szemben az eljárás jelenleg még folyamatos. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréninget tartottak a Viláv Szekszárd motoros baráti kör tagjai a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársaival közösen Szekszárdon. A résztvevők olyan vezetéstechnikai gyakorlatokat hajthattak végre hivatásos oktatók segítségével, amik a mindennapi motorozás során hasznosak lehetnek. Nem a mostani volt az első alkalom, amikor a rendőrség és a szekszárdi motorosok együtt tettek azért, hogy kevesebb közúti baleset történjen. Néhány hete egy kerekasztal beszélgetést is szerveztek, ahol a motorosok közlekedésbiztonsági szakemberekkel egyeztettek. Több mint 1200-an regisztráltak a szekszárdi önkormányzat és az Erőv ZRT közös akciójára, aminek során kulacsot és vízes palackot kaphatnak azok, akik vállalták, hogy ásványvíz helyett csapvizet isznak. A program célja 2. Egyrészt a keletkező műanyag hulladék mennyiségét akarják a szervezők csökkenteni, másrészt az egészséges és olcsó csapvizet népszerűsítik. Sok embert megmozgatott a szekszárdi önkormányzat néhány héttel ezelőtt elindított kampánya, aminek részeként a helyiek kancsót vagy kulacsot kaphatnak ingyen, ha vállalják, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. Ehhez mindössze egy regisztrációra volt szükség, aminek a határideje a minap járt le. Az Erőv ZRT szekszárdi ügyfélszolgálatán lehetett átvenni az ajándékokat. Én még az első napokban. A legtöbb regisztráló zöld tetejű kancsót választott, így tett Bebesi Aranka is, aki azt mondja, az egész családja kizárólag csapvizet iszik. Gyerekeim voltak, mert én kedveskedni akartam, hogy veszek palackos ásványvizet, hogy anya ne költsd ilyenre a pénzt, mikor sokkal olcsóbb, tehát ők is tudják. Tehát ilyen környezettudatosság is, és a szekszárdi víz még azt mondom, hogy jó is, tehát iható. Artim Andrásné, a szolgáltató vezérigazgatója azt mondja, a kampány elérte a célját. Ez egy programsorozat, amit a várossal közösen szerveztünk. Több eleme van. Most jutottunk ahhoz a részéhez, amikor átvehetik a kancsot és a kulacsot. Nem azt várjuk tőle, hogy jelentősen nőni fog a vízértékesítésünk, mert ugye ez egy ivásra használt vízfogyasztásra próbáljuk ösztönözni a lakosságot. A város vezetése azt szeretné elérni a csapvíz népszerűsítésével, hogy kevesebb műanyag hulladék keletkezzen. Tulajdonképpen ez nem egy csapvízes akció, hanem egy környezetvédelmi akció, és hogy mögöttem is láthatok, folyamatosan viszik el a kancsokat.
úgyhogy eltaláltuk az ízlésüket a szekszáriaknak. Kettős célt érünk el, egyrészt az egészséges ivóvízfogyasztást népszerűsítjük ezzel az akcióval, ami azt gondolom a fiatalok, gyerekek, felnőttek, idősek számára mindig nagyon fontos, és egyúttal a környezetkárosítást is csökkentjük. Szekszárdon egy évben csak műanyagból 102 tonna hulladék keletkezik. A palackok visszaszorításával akár 10 tonnával is kevesebb szemét termelődhet. Minden ősszel és tavasszal szemétszedési akciót hirdet a Zombai Általános Iskola annak érdekében, hogy környezettudatosságra neveljék a gyerekeket és megtisztítsák az utakat. Idén is útra keltek a zombai tanulók, és több tucat zsáknyi hulladékot gyűjtöttek össze a település határában, és még azon túl is. Még egy utolsó adag szemetet gyömöszöl bele az acskóba ez a zombai polgárőr, aki a helyi általános iskolásokkal együtt tisztítja meg az utat Zomba mellett. A gyerekek rengeteg hulladékot gyűjtöttek össze az útmenti árkoknál, többek között műanyag üvegeket, nellőzacskó maradványokat, autóalkatrészeket szedtek össze. A tanulók az iskolai szemétszedési akció révén azt is meg tudták mondani, miért nem szabad szemetelni és mit kell tenni a hulladékkal, ha például kirándul vagy strandul az ember. Elvisszük magunkkal a szemetünket, vagy kidobjuk. Azért nem szabad szemetelni, mert a szemét az összegyűlik, és a világ az szétromlik, és az emberek már nem lakhatják, és hát elég sok szemét van. Szűcs Sándorné az akció szervezője azt mondja, ezekkel a programokkal alakul ki a gyerekekben a környezettudatosság és a rendezett környezet iránti igény. El szoktunk menni egészen Szentgálig, aztán Taboldig, Felsőnánáig, és ez az általános útvonal. Tavaly 100 gyerekkel vonultunk ki, és 270 zsáknyi szemetet szedtünk tavaly ősszel. Most bízom benne, hogy talán egy kicsit kevesebb lesz a szemét. A szemétszedés már hagyomány a településen, mondja Szűcs Sándor Zomba polgármestere. Nagyon régóta folytatjuk ezt. Sajnos muszáj. Mindig azt szoktuk mondani, várjuk a tavasz, meg várjuk az őszt, mert ekkor vannak mindig ezek az akciók, ugye tavasszal a téli lerakott vagy eldobált hulladékot, ilyenkor ősszel pedig a nyárit kell összegyűjteni. Nagyon sok a felelőtlen ember is. A település vezetése és az oktatási intézmény kesztyűt, mellényt, szemétszedő csipeszt és polgárőri kíséretet biztosított az akcióban résztvevő gyerekeknek. Úgy tudjuk, már az első órában több tucat zsáknyi szemét gyűlt össze. Hagyományos szüreti napot tartottak Kapospulán. A településen 70 éves hagyománya van ennek a rendezvénynek. A helyi tehetségek is megmutathatták tudásukat a kapospulai szüreti mulatságon. A településen már több évtizedes hagyomány, hogy szeptember második hétvégén tartják meg az év egyik legnagyobb helyi rendezvényét, ahol zenés és néptáncos fellépők szórakoztatják az érdeklődőket. Az 50-es évek elejétől ez minden évben Kapospulában megrendezésre kerül, tehát ennek igazából már egy nagyon nagy hagyománya van. Általában szeptember második hétvégén egy kis fölvonulással, ami sajnos már, mivel elfogytak a lovak, egyre kisebb, és utána egy kis bulival, kis főzéssel, zenével, szórakozással. Az idei falunap különlegesnek számított. A végéhez közeledik ugyanis a kapospulai polgármesteri hivatal felújítása, és lassan hasonló munkálatok kezdődnek a művelődési házon is. Ezeket a fejlesztéseket a terület és településfejlesztési operatív program forrásaiból valósítják meg. Az önkormányzati hivatal felújítására erre nyertünk igazából 39 millió forintot, mondom, ez befejezés előtt van, aztán nyertünk a művelődési ház felújítására 92 millió forintot, aminél most kezdődik majd a közbeszerzés, és hát reméljük, hogy a télen el tud indulni. A terület és településfejlesztési operatív program céljai közé tartozik a települések élhetőbbé tétele és infrastruktúrális fejlesztése. A két épület felújítására összesen 131 millió forintot nyert Kapospula terület és településfejlesztési operatív program pályázatain. Fél évszázados jubileumához érkezett a magyar női kosárlabdázás legnagyobb múltú felkészülési tornája, a szekszárdi rendezésű Sió Kupa. Ilyen nagy hagyományú torna csak egy van, a zalaegerszegi Göcsej Kupa, amit azonban az elmúlt fél évszázadban egyszer nem rendeztek meg a szekszárdival ellentétben, hangzott el az Atomerőmű KSC sajtótájékoztatóján. Az idei tornát a fővárosi NKL csata, a Beac Újbuda, a román ACS Sepsi és az Atomerőmű KSC részvételével rendezik.
Csütörtökön a döntőbe jutásért a KSC Szekszárd 18 órakor az NKL csatával játszik. A péntegi döntőt este 19:30 tartják a szekszárdi városi sportcsarnokban. A klub továbbra is minden tőle telhető segítséget igyekszik megadni a leukémiával kezelt kitűnősége Gereben Lívia gyógyulásához. Ezúttal bemutattak egy sportszergyártó által jótékonyságból elkészített Gereben feliratú mezt is, amit a rajongók tudnak majd megvenni. Regionális híreink következnek. Van még mit fejleszteni a településeken, az önkormányzati választásról beszélt a házelnök Szigetváron. Fontos a fiatal családok támogatása, új bölcsődét építenek Egerágon. Kistérségi szomszédolás, a somogyi falvak kapcsolatait erősítették. Az önkormányzati választás célja, hogy megfelelő képességű embereket válasszanak a lakosok a saját településük élére, mondta Kövér László a Szigetváron megrendezett lakossági fórumon. Az országgyűlés elnöke hozzátette, bár egy gyönyörű történelmi városról van szó, van még mit fejleszteni a településen annak érdekében, hogy ne csak a turistákat vonzza, hanem megtartsa az itt élő embereket. A politikus kiemelte, az ilyen találkozók mindig fontosak, hiszen ezeken az alkalmakon egyfajta eszmecsere folyik, ami azt segíti, hogy az adott párt szimpatizánsai megismerjék a választások valódi tétjét. Mit várhatunk a kormány oldaltól, a kormány oldal jelöltjeitől, mit várhatunk a másik oldaltól, honnan indultunk mondjuk 2010-ben, milyen országot, milyen településeket kaptunk örökül, és mit értünk el az elmúlt 9-10 esztendő alatt. És aztán én azt gondolom, hogy az dönti majd el a választások kimenetelét, hogy hány embert tudunk meggyőzni azon az alapon, amit itt magunk között megbeszélünk. Mintegy 64 millió forintból épül új bölcsöde Egerágon. A baranyai településen ünnepélyes keretek között helyezték el az intézmény alapkövét. A rendezvényen elhangzott a fiatalok és a fiatal családok támogatása a kormány egyik hosszú távú célja. A tervek szerint 2020. szeptember 1-én adják át a bölcsöde épületét. A hamarosan megépülő egerági bölcsöde alapkövét helyezték el a településen. Egy EFOP pályázat keretében mintegy 64 millió forintból alakítják ki az intézményt, mely a nemrég felújított óvodával összekötve, de különálló épületként fog állni. Az ünnepségen Hargitai János köszöntötte a résztvevőket. A térség országgyűlési képviselője felidézte az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseket. Én büszke vagyok arra, hogy ez alatt az 5 év alatt itt jutott forrás az óvoda felújítására, a művház felújítására, a közészkeztetést szolgáló egység újjá alakítására. Volt erejük utakon javítani, utakat felújítani, és ami számomra különösen fontos, hogy itt egy olyan közmunkaprogram folyik, ami értelmes munkát ad embereknek, és ott értéket állítanak elő. A politikus hozzátette, más települések példát vehetnek Egerágról, hiszen a településen sok fiatal él, ezért intézményeket kell fejleszteni. A bölcsöde pedig egy hiánypótló beruházás lesz, tette hozzá. Hegyi Győző a település polgármestere beszédében elmondta, a pályázat 2 éve indult el. Elég hosszas nyűglődés után jutottunk el arra a pontra, országgyűlési képviselő úr és csapata segítségével, hogy végre le tudjuk tenni a bölcsöde alapkövét, és jövő szeptember 1-jel, ha minden égi úgy gondolja, akkor meg tudjuk nyitni ezt az új intézményt. A bölcsöde építésére most írják ki a közbeszerzési eljárást. Az intézményben egyébként korszerű csoportszoba, öltözők, pelenkázó és mellékhelyiségek várják majd a legkisebbeket. A pályázatban foglaltak szerint pedig minimum 7 férőhelyet kell biztosítani. Kistérségi szomszédolást rendeztek Andocson. A koppányvölgyi falvak összetartozását erősítő program 2021-ig teszi lehetővé, hogy a résztvevők különféle kulturális rendezvényekkel erősítsék a térség kohézióját és a szomszédos települések partnerségét. Andocs templomában nyitották meg azt a 2 napos rendezvényt, amely a térség 7 települését fogja össze, és kulturális, közösségteremtő rendezvények keretein belül erősíti a szűkebb közösség összetartozását.
picik vagyunk. Somogy megye egy alapvetően aprófalvas település, szerkezetű megye, és nagyon nagy szükség van arra, hogy a nyugdíjas klubok, a civil szervezetek együttműködjenek, összefogjunk, a problémákat próbáljuk meg közösen megoldani. A polgármester szerint az összefogás azért is fontos, mert a problémák elaprózódása a költségek növekedését eredményezi, ezért nem mindegy, milyen szinten működnek együtt a szomszédos kicsi falvak. Vicva Mihály országgyűlési képviselő szerint a kétnapos szomszédolás nem csak a kultúráról és a közösségről szól, hanem a hagyományok tiszteletéről és a múlt ápolásáról is. Egy 1100 lelkes településről beszélünk, ahol az elmúlt években elnyert pályázati, kormányzati támogatások összértéke és a jelenleg is folyamatban lévő, vagy már megvalósult beruházások összértéke meghaladja 2 milliárd forintot. A rendezvényt Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki beszámolt arról a pályázatról, amelynek keretében Andocs 300 000 forintot nyert egy hagyományteremtő böllérfesztivál megrendezésére. Bíró Norbert szerint mindez az új fesztivál, mind a kétnapos kistérségi szomszédolás mutatja, hogy Koppány völgyében fontos a hagyományok ápolása és a közösségteremtés. Sörrel és csülökkel várták a hétvégén a Siófokra érkezőket. Első ízben rendeztek ilyen jellegű fesztivált a településen, amelyre több ezen látogattak el. A cél, hogy a 4 évszakos Balatont népszerűsítsék. Ez így egynek. Káposztával, péknémódra, grillen sütve, zöldséggel, kemencében. Számos módon készült a csülök hétvégén Siófokon. Igazából a sült csülök volt a lényege a dolognak, a köretből pedig nagyon gusztán nézett ki a káposzta és a párolt zöldség is. Úgyhogy én úgy kértem, hogy fele ilyet, fele olyat. Több mint 25 vendéglátóegység gondoskodott a vendégek kiszolgálásáról az első sör és csülök fesztiválon. A napi 100 kiló csülök az... Az megvan a ragukkal, és a káposztával, és a kemencébe, és a grillezéssel, az úgy megvan a 100 kiló naponta. A csülök mellé számtalan minőségi és kézműves sört is kínáltak a kiállítók. Mindenki megtalálta a saját szájízének megfelelő nedűt. Az első alkalommal megrendezett sör és csülök fesztivál nem titkolt célja, hogy a Balaton őszi arcát is megmutassák a szervezők az ideérkező turistáknak. Idén 3. alkalommal rendeztek szüreti borozgatást Gödrén. A baranyai településen hagyományteremtő szándékkal hívták életre az eseményt, hiszen a bornak nagy hagyománya van a faluban. A finom ételek és italok mellett a Vivat Bacchus zenés énekes műsora pedig igazi szüreti hangulatot teremtett. Lehet, hogy hangos vagyok a porton, de én ezt is vállalom. A Vivat Bacchus együttes szórakoztatta a közönséget Gödrén. A baranyai településen ugyanis idén 3. alkalommal rendeztek szüreti borozgatást. A baráti hangulatú eseményre nem csak helyiek és környékbeliek érkeztek. Rád Géber József például egészen Németországból utazott idáig. Ma tavaszkor is itt voltunk. Hát tetszik nekünk Gödrén. Mégis itt születtem is. Azért jövünk is. Palásdi János szerint egyre színvonalasabb programokkal készülnek a gödrei rendezvényeken. Ebben az évben látszik ez meg. Egyre igényesebb dolgokat hoznak le, és amellett az idegenforgalmi programjai is nagyon jól megvannak alapozva itt Gödrének, tehát amire lehet építeni igazából. Nekem feleségemmel együtt tetszenek ezek a dolgok, és jól érezzük magunkat. A bornak egyébként nagy hagyománya van a faluban, ezzel a rendezvénnyel is szeretnék visszahozni a borkultúrát Gödrére. Ez nem műsorokról szól, ennek ellenére a Vivat Bacchus már másodszor adott elő műsort, nálunk léptek fel. Ez arról szól, hogy jöjjünk össze, kóstoljuk meg a borokat, akinek van, hozzá el, süssenek valami borkorcsolyát, kóstoljuk meg, beszélgessünk, tehát legyünk együtt, ez egy ilyen társadalmi program, ha lehet így nevezni. A szüreti borozgatáshoz egyébként egy másik rendezvény is kapcsolódik. Ez a gödrei bormustra, ahol a termelők versenyre nevezhetik az italokat, majd márciusban szakértő zsűri véleménye alapján hirdetnek eredményt. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Alapkőletétel. Elkezdődhet az agrárlogisztikai központ építése Bátaszéken. Lehetőség. Bonyhádi diákoknak hirdetnek ösztöndíjpályázatot. Népszerű a csapvizet népszerűsítő kampány, több mint 1200-an regisztráltak.
környezettudatosság és városszépítés. Szemetet gyűjtöttek a zombai diákok. Szerdán eleinte erős lökésekkel is kísért, északnyugati szél fúj majd, ezt követően délelőtt legyengül a légmozgás. Reggel borongós idő várható, gyengülő esőkkel, szítálással. Napközben megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet, délután várhatóan kisüt a nap is, de hűvös időre kell készülni. Éjjel derült ég, gyenge légmozgás mellett gyorsan hűl a levegő. Mára köszönöm figyelmüket! Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!